Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol segítségemre lesz ez a helyes úriember. Méghozzá egy olyan videóban, amit szerintem már két ünnep közt kitaláltunk, hogy mi is meg szeretnénk csinálni. Amerikában nagyon trendingel most egy olyan videó típus, hogy fiúknak tesznek fel kérdéseket a lányok, és fordítva olyan kérdéseket, amit a lányok nem mernek megkérdezni a fiúktól, vagy a fiúk nem mernek megkérdezni a lányoktól. Ez a videó ennek az első része, és a második részét holnap láthatjátok Bencénél. És ha szeretnétek, akkor csinálunk belőle több részt is, mert elképesztő mennyiségű kérdést kaptunk mind a ketten a sztorinkra. És a mai napon ezeket a kérdéseket Bájos segítőm fogja megválaszolni, úgyhogy azt tartsátok szem előtt, hogy Bence igyekszik általánosságba beszélni, de nyilván nem beszélhet mindenki helyett. Tehát valamilyen szinten a saját véleményét fogja elmondani a kérdésekről. Bologatni fogsz végig, vagy válaszolsz? Így van, sziasztok! Beköszönök akkor most így én is egy perc után. Nem azért, mert nem hagytál szóhoz jutni, akartam, hogy elmondja fontos tudnivalókat. Elmondtál akkor szerintem minden. Kezdjük is el. Egyébként fura lehetett, hogy egy percig meg se szólaltam. Mármint, hogy én... Nem beszéltem. Egyre jobban azt szeretném, hogyha Rebeka videóiban vendégeskedek, akkor az tényleg az ő videója legyen, csak mert nagyon sokan tudják, hogy szoktam fosni a szót, na mindegy, menjünk. Viszont megpróbálok nem belemagyarázni, tehát fel fogom tenni a kérdést, és hagylak téged kibontakozni, tehát most én próbálom visszafogni magam, és nem próbálom meg elmondani helyetted, hogy mi a válasz. Én eléggé izgulok, hogy őszinte legyek. Izgulhatsz is, mert vannak elég durva kérdések. Na most álljunk meg egy pillanatra, és lépjünk egyet hátra. Tehát azért azt a férfi, hát fiatal férfi társaim nevében is mondhatom, hogy azért minden nem fog kiadni. Tehát, hogy itt lehetnek durva kérdések, de azért... Kezdjünk valami egyszerűbbel. Nagyon-nagyon izgulok egyébként, esküszöm, hogy mi lehet az, amit például egy férfival kapcsolatban nem mernek a nők megkérdezni. És hát ugye várom, hogy holnap felkerül az én videóm, holnap vagy holnap után. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És hát végre megértjük a nőket. Az első az egy nagyon egyszerű kérdést. A fiúk mit néznek meg először egy nőben? Csajban, lányban? Hát ez... Mikor egy teljesen idegenre ránézel, és hogy fiúként... Hát mondjuk, ha bemutatnak neked valakit. Aha. Hát nyilván, hogyha bemutatnak valakit, akkor először az arcát nézed meg. Egyébként nagyon sok fiú azt mondja, hogy hát a mell meg a fene... Tehát, hogyha azért tegyük a szívünkre kezünket, hogyha valakinek az arca nem olyan szép, akkor nyilván nem fog annyira tetszeni. Lehet a melle vagy a teste szép. Igazából. De hát ugye, most oké, hogy jönnek a kommentek, hogy de hát a belső fontos, ez így van, ugyanúgy, hogyha teljesen szép a csaj, most ebben nem akarok jobban belemenni, és bunkóvád, akkor az egy másik kérdés, mert fiúként azt téged nem elrettent, de azért annyi kedved nincs az egészhez. De hogyha valakinek szép az arca, akkor szerintem az, ami megfogja a férfi. Akkor jöjjön a következő. Ebből következik a következő kérdés, hogy cici vagy popsi? Hát kinek mi, de nekem... Fú, nem is tudom. Mind a kettőt nem lehet. Lehet, hogyha választani kell, akkor lehet, hogy mell. Mellesleg, akkor inkább cici, igen. De... Oké. Okay. Hát nem tudom. Ez egy nagyon cuki kérdés, és erre egyébként kíváncsi vagyok. Ti is megbeszélitek egy tali randi után, hogy mi volt, vagy csak mi, lányok? Meg szoktuk beszélni, igen. De nem olyan szinten, ahogy ti szoktátok, ebbe teljesen biztos vagyok. Nagyon futólag. És az a baj, hogy úristen, ez nagyon csúnya lesz, de a... legtöbbször igazából annyiba torkollik az egész, hogy... ez kínos, ezt nem akarom. Van, amikor a fiúk megbeszélik alapvetően, hogy szerinted milyen a csaj, tisztelettudó-e, tényleg kedves-e, jópofa-e, de van, amikor csak annyi megy, hogy adnám, és akkor ezt te tudtad? A fiúknál általában így szokott menni, hogy adnám. Gondolom, ugye lányokhoz képest órás azért... beszélgetések, hogy úristen, hát, érvelések, viták. Szép. Nálunk adnak. Na, menjünk tovább. Valamit azért vissza kell hoznom, hogy ne csak ilyen bunkók tűnjenek a fiúk. Hogy vészeltek át egy szakítást? Attól is függ, hogy mennyire volt a kapcsolat mély, és mennyire tartott sokat, de egyébként szintén emberre válogatja, de rosszul.
Nálatok is van ilyen kis pityergés, meg magadba fordulás, meg van, izé... csak mi teljesen másképp küzdjük ezt le, vagy éppen megyünk ezen túl. Hát erre vagyunk kíváncsiak, hogy hogy? Hogy hogyan? Azt igen. Kérdezted, hogy van-e? Hogy vészeltek át egy szakítást? Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb srác az elkezd bulizni, elkezd csajozni, mert azt gondolja, hogy ez majd megoldja a problémát és feletteti az egészet, de nyilván megvan ez a otthon vagy és kb. A halálodon vagy is Xboxol egész... Xboxozol egész nap is tanulsz beszélni. Van. Láttam egy kérdést és most, ahogy beszéltem, jutott az eszembe, hogy miért ciki a fiúknak sírni? Ez belénk van kódolva, nem tudom, de amúgy nem mindenkinek ciki, mert nekem se ciki. Tehát sírtam, jó, nem sokszor azért tegyük hozzá, meg nem is tudom, hogy szomorúság miért sírtam el már előtted, így egyáltalán, mert öröm... Egyszer-kétszer, de... Igen, de hogy belénk van kódolva, és talán azért, mert nem férfias, hogyha sír valaki, olyan, mintha gyenge lenne, és a férfi az próbál... What? Semmi, mondjad! Próbál erősnek tűnni, ezért. Ennyi. Igen. Olyan, mint elárulnék mindenkit, esküszöm. Ez a lényege! Hát ez a lényege a videónak. Nem baj, holnap az én napom, az jó lesz. Kezdjünk el egy kicsit jobban belemenni a dolgokban. De még itt is csak lájtosan. Miután a lánynak barátja lesz, hirtelen miért kezd el minden fiú érdeklődni iránta? Mert nehezebb megszerezni a csajt. És akkor izgibb a vadászat. Igen, ahogy a lányok is mondják azt, hogy sokkal jobb, hogyha egy pasiért meg kell küzdeni, ez ugyanúgy van a fiúknál is, és hogyha egy csajnak, de ez nem minden esetben van így, de hogyha egy csajnak van pasia, akkor nyilván ott van ez a kis méregetés is, hogyha elveszed a másik nőjét, ami amúgy egy nem szép dolog, de ez egy létező. Miért van az, hogy egyszer tök normálisak vagytok, és írtok, beszélgettek, minden rendben, aztán egyszer eltűntek, és amikor kedvetek tartja, visszajöttök. Ez nem a kapcsolatban van, ugye? Nem, ez nem. Hát nem, gondolom, ez van, amikor még ismerkedés időszak. Aha. Ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg azért, mert nem haladunk egyről a kettőre, és a legtöbbször a fiúk, most nyilván, hogyha kapcsolatot akarsz, az más, de legtöbbször a fiúk, amikor így ismerkednek, és messengeren írogatnak, és eljössze bulizni, és leítatod, vagy bármi, akkor haladni szeretnének egyről a kettőre, és hogyha nem történik semmi, és egy-két hétig írogattok, akkor lehet, hogy azt mondja, na akkor most... És amúgy hajlamosak vagyunk elfelejteni a dolgot, tehát nem hinnéd el, de tényleg beszélsz egy-két hétig egy csajjal, és akkor hirtelen csak így eltűnsz egy hétre, mert lehet, hogy van egy másik csaj, vagy lehet, hogy éppen egy hétig úgy alakultak a dolgok, de hogy... És olyan lehetőség fent áll, hogy amikor elkezditek azt érezni, hogy lehet, hogy egy kicsit jobban tetszik a lány, mint gondoltad, azért tűntök el? Nem. Nincsen olyan, Nincs olyan, hogy úristen, megijedsz tőle, és át kell gondolni. Akkor ez egy hülyeség, hogy a fiúk megijednek az érzéseiktől, és amiatt tűnnek el? Hát, ez önbizalom kérdése is, de szerintem, hogyha rájössz, hogy tetszik neked egy csaj... Akkor nagy általánosságban ilyen nincs. Az érzéseiktől úgy félnek, hogy, mint mondtam, nem sírnak hasonlók. De az, hogy megtetszik egy csaj, akkor csak te persz érte, szerintem. A kis kérdésboxomba a válaszok, ahogy sorakoznak, egy szín dominál, méghozzá a lila. Aha. A padlizsán emojikkal kérdezve, hogy akkor hogy is működik ez reggelente? Mindig van reggelente kis sátrazás? Van. Miről beszélgetünk? Igen, minden reggel van sátrazás. Ezt körülbelül a 30 lány, aki kérdezte, ha nem több, most megkapta rá a választ. Ja. Szóval, ha már itt a sátrazásnál tartunk, hogyha a sátras helyzet van és pisilni kell, akkor mi van? Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Hogyha pisilned kell, akkor ugye több opciód van. Igen. Amennyiben tornász vagy, megvan a lehetőséged, hogy kézen állj a WC-n és ugye lefele. Arra, hogy csak egy kicsit vizuális vagyok, és ezt hogy elképzeltem így fura. Igen. A legtöbb férfi vár. Hidd el nekem, hogy vár. Meddig? Hát ez nem olyan sok idő azért, amíg a sátor összeomlik, hogy így mondjuk. Ne neves! Egyébként ki hogy csinálja, de a legtöbb csávó srác az várni szokott. Igen. Nem hiszem, mit mondjam, van, aki szembe ráül a WC-re. Most ezt viccben mondtad? Nem. Mert hogy így van a WC, és így szembe ráül? Mhm. Ja. De hát... Nyilván lesz, aki azt írja, hogy nem, de van, aki igen.
Oké. Okay. Tehát amit én most itt mondok, az a legtöbb férfi, de nyilván van, aki másképp csinálja, de az a legrosszabb, csak úgy mondom, hogyha pisilned kell. Miközben áll. Igen. Tehát ez képtelenség. Lehetetlen. Van a tipikus, hogy miért hagyjátok felhajtva a WC ülőkét? Bár itt hozzátenném, hogy... Ezért akartam mondani. Bence az nem, de... Hát mert ugye felhajtjuk, mert rohadt nehéz pisilni. Tehát akárhogy nézed, azért nem egy mi? Teljes méretében, de egy slagot fogsz, mi így összevisz. Na mindegy, a lényeg annyi, hogy felhajtjuk de... nektek nőknek, hogy a káva, a perem az... igen, és úgy felejtjük. Miért nincs olyan opció, hogy leültök? Le? Hova? Pisilni? Hogy ülnék már le pisilni? Hát az minden férfi a mellkasára szívéhez teszi a kezét, nem ülsz le. Mennyire kiborító lehet megérteni ezeket a dolgokat? A fiúknak van-e olyasmi időszakuk, mint a lányoknak a menstruáció, ilyen hisztis időszak? Vagy ez nálatok nem létezik? Nem létezik, nincsen olyan, hogy havi egyszer te hisztis vagy, vagy rossz kedved van. Mit csinálnál, hogyha egy napra nő lehetnél? Kipróbálnám, hogy tényleg lehet-e kávét vásárolni, hogyha szépen mosolygok. Nézném magam a tükörbe, fogdosnám magam, meg alapvetően megnézném, hogy tényleg hogy reagálnak a férfiak, amikor ebben a cipőben jársz, és kint vagy az utcán. Csak egy napra és következmények nélkül, akkor ruhát le és hadd örüljenek a férfiak. Át az utcán, legyen egy jó napja mindenkinek. Amúgy se én vagyok, érted? Hogy tud egy lány különbséget tenni a között, amikor csak szimplán kedves vagy valakivel, vagy amikor bejön neked? Hát azért az, abban lehet, hogy ti nem látja. Az nagyon látszik. Mintha hülyék lennénk, lehet, hogy ti nem látjátok. Hát lehet, hogy nem mutatjátok ki. Hogyha tetszik egy csaj, akkor azért annak konkrét jelei vannak. Akkor nem kedvességből irogatsz. Tehát, hogy csajok, hogyha tetszel egy srácnak, akkor azért irogat neked folyamatosan, mert tetszel neki, nem kedves akar lenni. Jóba lehetsz valakivel, de egyébként illik rákérdezni. Illik ajánlatos rákérdezni, mert sokszor össze lehet zavarodni, de szerintem, hogyha tetszik valaki, akkor már egy idő után teszel olyan gesztusokat, ami azért nem kedvesség. Mit gondolsz arról, hogyha egy lány teszi fel ezt a kérdést? Teljesen rendben van. Nem gondoljátok úgy, hogy ez sok, vagy... Egyáltalán nem. Azt hiszik a csajok egyébként, hogy nekünk baj az, hogyha ti kezdeményeztek. Holott amúgy minden csávónak ez az álma, hogy egy olyan csaj tetszen neki, aki tényleg annyira belevaló, hogy tényleg odajön, és ő kezdeményez. Uh-huh. És nem muszáj a csávó kezdeményezzen, hát azért akár ebben a kinyilatkoztatásban, hogy tetszik neked, akár első csókba, akár a szextéren, tehát uh-huh. terén. Oké. Okay. Az a baj, hogy nyilván mivel ezt nem értjük a legjobban, vagy hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, miért nem törlitek meg a cuccot pisilés után? Tehát, hogy miért van az, hogy így lecsöpögtetitek, és azt hiszitek, hogy az úgy oké? Okay. Mit? Hát a slagot. Hogy miért nem töröljük meg? Igen. Azért van a WC papír, hogy miután pisilsz, így pöty, és done. Na most, akkor kérdez azt, hogy a többi férfi. Mert hogy én amúgy igen. A többi férfi? Miért nem? És ezt csupa nagybetűkkel kérdezték tőlem, úgyhogy indulatosan kérdezem, hogy miért nem? Ugye van, akin én igen, egyébként, mert én utálom, ha nem, viszont mert a legtöbb férfiak úgy van a fejében, hogy pisiltél, megrázod, és akkor ennyi volt. A következő kérdés az az, amit szerintem tényleg minden lány tudni akar, hogy miről beszélgettek, amikor csak fiúk vagytok. És csalódni fogtok igazából, mert úgy abszolút semmiről. Tehát, hogyha most egy átlagos napot délután elképzelek, amikor elmegyek az egyik haveromhoz, és ott van még három darab haverom, és Xboxozunk, és közben beszélgetünk, akkor max ilyen dolgok lehetnek, hogy Insta megmutatja, adnám, és igazából... Ja, meg hát sztorizgatások olyan csajokról, akit például a haverom ismer, és mondjuk, nem tudom, satú részeg volt az ötkertbe hétvégén, és akkor elmesél, és akkor de amúgy nekem megvolt, és akkor milyen volt, ezt megkérdezzük. Ilyesmik mennek, de úgy semmi belemenő dolog. Hello! Hello!
Ti is szoktatok csajokat csekkolni social médián? Persze, igen. Válaszolva a kérdésre, ismerősöket és külföldi Insta modelleket is folyamatosan minden csávhoz szokott. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy megválaszoltad a nők kérdéseit, hát örülöm, a férfiak örülök, hogy itt lehettem, kétszer izzott le a hátam. Most én fogok következni, jön az a videó, amit Bencéhez veszünk fel, úgyhogy ha tetszett ez a rész, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, és írjátok meg, hogyha szeretnétek második részt, mert a telefonom még mindig tele van kérdésekkel, és lehet, hogy emiatt a videó miatt új kérdések merülnek fel bennetek. Úgyhogy még egyszer megkérek mindenkit, hogy dobjatok rá egy hatalmas lájkot, hogy lássuk, hogy szeretnétek, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogy feltettek az új videókat. Természetesen az Instagramon mindig lent van a leírásban, ott is kövessetek, és Bencét is, és rá is iratkozzatok fel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!